Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kondorosi Évát és Lovász Lászlót, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a mentor programunkban beszélnek velünk, megszólalnak, elmondják a tapasztalataikat, és elmondják azokat az üzeneteket, amelyek nem csak a felnőtt világnak szólnak, hanem a diákoknak, mert hogy ez a diákkor, ez egy nagyon-nagyon fontos időszak az inspiráció szempontjából, de majd erről úgyis önök fognak beszélni. Egy városban, egy évben, és egy hónapban születtek, pár nap különbséggel. Tudták egymásról? Én tudtam. Igen. Jelent ez a generációs közösség többet annál, mint hogy játszunk egy kicsit a számokkal? Szerintem többet jelent. Mondjuk a mi generációnk azt hiszem, hogy egy kicsit más, mint a mostani fiatalok. Azért mégis mi a háború utáni generáció vagyunk. Akkor volt még a Kádár korszak, bezárva az ország, tehát nekünk ahhoz, hogy valamit elérjünk az életbe, az egyetlen lehetőség az volt, hogy tanuljunk, hogy jó bizonyítványunk legyen, hogy egyetemre tudjunk menni, és így kicsit kinyíljon a világ előttünk. Mindig az volt, azt mondták, hogy fiam, tanulj, mert a tudás az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. És hát nyilván ennek volt egy bizonyos hatása arra, hogy az ember mennyire volt hajlandó a tanulásba, vagy általában a szakmai munkába energiát beleinvestálni. Professzor úr esetében tulajdonképpen egy ország értesült elég gyorsan arról, hogy itt van egy sztár matematikus diák. Diákolimpiákat nyert hármat is, hogyha jól tudom, gimnazista korában. Azután volt egy Ki mit tud, amit akkor ugye az egyetlen televíziónak az egyetlen szuper jó műsora volt, és egy ország szurkolt a fiataloknak. Ez mennyire befolyásolta ez a sok siker az akkori közérzetét, így visszafelé tekintve? Nyilván az ilyen az embert bátorítja, meg azt mondja, hogy érdemes dolgoznod. Igazán a lelkem mélyén a matematika azt hiszem mindig is egy kicsit mélyebben érdekelt, mint a versenyek. Tehát mindig szerettem volna valami újat találni, valami érdekeset találni, ami kutatás, ami már nem egy mások által is megoldott feladatnak az újra megoldása. Hát ez nagyon érdekes, mert a sorsom itt összefonódik a Laci sorsával. Mert én is ugyanabban a gimnáziumban kezdtem el, a Fazekasban a gimnáziumot, de én humán szakon. Hát azt tényleg igazolni tudom, hogy már ekkor Laci abszolút zseninek számított, és mindenki úgy nézett rá, mint a jövő Nobel-díj reményes fiataljára, amit nyilván az Abel-díj lett, mert Nobel-díj nincsen matematikában. Szóval mindenki mélységes csodálattal és tisztelettel nézett rá, már 14-15 éves korában is. Nekünk az osztályunkat megszüntették egy miniszteri határozattal, és egy év után azt mondták, hogy nincs több humán tagozat a Fazekasba, és átkerültünk az Ötvösbe. Úgyhogy itt a sorsunk ketté vált, de még ehhez hozzáteszem, hogy kettőnknek felajánlották, hogy mehetünk át a matematikai osztályba. De hát ismerve Lacit, meg az ott lévő további tehetséges fiatalokat, hát úgy gondoltam, hogy ez öngyilkosság lenne a számomra, és ebben nagyon jól döntöttem, úgyhogy én az Ötvösbe folytattam tovább, amit nagyon szerettem, mert egy nagyon nyitott gimnázium volt, rendkívül jó tanáraink voltunk, és nagyon-nagyon sok fiatal volt. Én a H osztályba jártam, úgyhogy el lehet képzelni. H osztály? H, a 8-8 osztály volt párhuzamosan, úgyhogy nagyon sok fiatal volt, és rendkívül tehetségesek. Úgyhogy tényleg a szellem az nagyon jó volt ott, és nem bántam meg, hogy végül nem a Fazekasba folytattam tovább. Akkor úgy gondoltam, hogy engem inkább a humán szak érdekel, több minden benne, de volt olyan időszak, amikor éppen régész akartam lenni, vagy művészettörténész, szóval minden egyéb, csak arra nem gondoltam, hogy valaha is én biológus leszek. Legalábbis a gimnázium egész utolsó éveig. Professzor úr, emlékszik Évára? A Fazekas Mihály gimnáziumból? Ezt be kell vallanom, hogy nem, biztos. De hát ő egy nagyon ismert srác ismert volt. Persze, persze. Úgyhogy őt gondolom mindenki ismert, tehát egy egész ország ismerte. Igen, hozzá kell tennem, hogy én elég hamar
tehát a második év elején, hogy is mondjam, beleszerettem egy osztálytársamba, aki ma is a feleségem, tehát nem néztem a lányokat másodikban annyira. Már nem is voltam ott egyébként, hogy nem is nézhettél volna. De hát mi természetesen tudtuk, hogy ki a Lovász László, mert hát mindenki úgy beszélt róla, hogy hát itt egy zseni. Azon szerencsés tudósok közé tartoznak, akik folyamatosan kapták az elismerést a mai napig. Kondorosi Éva 2018. novemberében vette át a Balzan díjat, Lovász László 2021. márciusában vette át az Ábel díjat. Ennél nagyobb elismerés az önök szakmájában nem létezik, ez a legnagyobb nemzetközi elismerés. Várható volt az eddigi pályakép alapján, hogy egyszer csak egy ilyen hatalmas elismerésben lesz részük? Amiket felfedeztünk, meg amiket csináltunk, az tényleg rendkívül eredeti volt. És elvben el lehetett képzelni, hogy ezt egy ilyen díjjal fogják jutalmazni. Ugyanakkor a világról nagyon sok embert és kutatót felterjesztettek, akik szintén a szakmájukban rendkívül jók. Professzor úr, az ön díj átadását azt követhettük, mert az online térben ezt rögzítették, és tudjuk, hogy bizonyos szempontból váratlanul érte önt, meglepődött. Igen, ez a díjbejelentés volt. Általában ezt a díjat Oszlóban adják át, de itt most hát nem lehetett utazni, úgyhogy Norvég nagykövetségen adták át. Hát igen, arról van szó, hogy ugyanazt tud, én is elmondhatom, egy ilyen díjra fölterjesztenek sok embert, abból végül kialakul egy nem tudom, 5-10 fős lista. És akkor azokat nagyon részletesen megnézi a bizottság, de én nekem az az érzésem, hogy ott már a döntés az egy kicsit véletlenszerű, nem lehet megjósolni, mert ezek mind nagyszerű eredményeket elért tudósok. Se Laci, se én, azt hiszem nem tartozunk azok közé, akik lobogtatnák ezt, és állandóan mondanák mindenkinek, hogy na hát mi ilyen meg olyan díjakat kaptunk, vagy nyertünk el. Ez valahogy a munkáknak az eredménye, és ez így természetes, és borzasztó jó érzés, hogy ezt megkaptuk. Nem kap a lakosság, a laikus lakosság, nevezzük így, elég visszajelzést arról, hogy milyen szerepe van a tudománynak, és milyen szerepe van annak a teljesítménynek, amelyet a méltán elismert tudósok itt Magyarországon is az asztalra tesznek. Ennek látjuk is a következményét most akár a pandémia idején, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hogy a tudománynak sokkal jobban kellene befolyni a hétköznapi életbe. Mi erre a megoldás? Mit tanított meg most nekünk ez az elmúlt több mint egy év? Hát én remélem, hogy megtanította azt, hogy a tudománynak, a tudományos kutatásnak hát milyen alapvetően fontos szerepe van abban, hogy a modern élet újszerű következményeivel, például a járvánnyal, mint a globalizáció egyik következményével, vagy egyik járulékával, hogy ezzel meg tudjunk birkózni. Ugye Karikó Katalin előadása az Akadémia közgyűlésének a nyitónapján, amit mindenkinek ajánlok, hogy nézze meg, nagyon gyönyörűen leírta azt a 40 éves munkát. Éva indította el ezen, aminek nagyon örültem, hogy ezt elmondta. Éva megint szerénykedik. És 40 éven keresztül a tudomány az a millió zsákutca, amin végig kell mennie. Nem egy olyan egyenletes dolog, hogy pontosan tudom, hogy hova fogok eljutni 2 év múlva. De a zsákutca, hát akkor valahogy mégiscsak nem hagyja az embert nyugodni, azt hiszem az igazi jó kutatót, és akkor kitalál belőle, és megy előre. És mire az eredeti gondolatból a
hát hogy is mondjam, a világot kvázi megmentő oltásig eljut a folyamat, az bizony 40 év. Amit a tudományos közösség tett, az egyszerűen fantasztikus, hogy ilyen rövid időn belül, egy éven belül eljutottunk a vakcinákig. Szóval ez és egyáltalán, hogy megismertük többé-kevésbé ennek a vírusnak a működését, hogy milyen károkat tesz az emberi szervezetbe. Szóval teljesen igaz, hogy az embereknek az egészségügyi ismeretei, felkészülése, az még nagyon sok kívánnivalót hagy hátra. Nagyon jó, hogyha ezt már a gyerekkorban és fiataloknál el tudjuk indítani, és ez rendkívül fontos. Nagyon fontos az is, hogy a félreinformálást és a rossz információkat, amik terjednek az interneten, valahogy vissza lehessen szorítani, mert ezek nagyon-nagyon károsak. Hát minden talán hallottátok, hogy miket mondanak a vakcinákkal kapcsolatban. Szóval azok a rémhírek és hülyeségek, amik terjednek, az egyszerűen elfogadhatatlan. És ezért kell az, hogy kialakuljon egy olyan egészségügyi kultúra, hogy a vakcinákkal szemben se legyen ilyen feltételezés vagy álláspont. Hogyan tud ebben segíteni a matematika? A matematika igazából a gondolkodás tudománya, tehát az exakt gondolkodás tudománya, tehát ezt az exakt gondolkodásnak a módszereit kell, hogy megtanulja a matematikával foglalkozó diák. Például egy statisztikai eredményt, azt állítást, azt tudjon értékelni, összehasonlítani mással, mondjuk mennyire veszélyes egy oltás. Attól, hogy 20 millió emberből 10 meghal az oltás következményében, az mekkora veszélyt jelent, mondjuk ahhoz képest, hogy 10 millió autósból hány hal meg egy év alatt. Tehát ezért gondolom, hogy ezeket valahogy jobban kellene nekünk, matematikusoknak, illetve azoknak a kollégáinknak, akik iskolába tanítanak, már sokkal jobban kellene erre nevelni, arra, hogy az adatokat megértsük és interpretálni tudjuk. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy igen, valóban ehhez fontos, hogy az adatok jók legyenek, fontos, hogy a számítógépek működésébe meg tudjunk bízni, nagyon sok hasonló dolog szükséges ahhoz, de úgy gondolom, hogy a hiányosság leginkább ott van, hogy nem eléggé tanítjuk meg azt, hogy a matematikai módszerek, meg most nem kell matematikának nevezni, számok, exakt adatok, azok mit jelentenek, és azokat hogy lehet fölfogni és interpretálni. Hadd fejezzem be én a kérdéseimet, mielőtt a két mentorált diáknak, Morvai Elizának és Tverdota Hannának adnám a szót. Egy ilyen exakt kérdéssel, amiből látjuk, hogy egy exakt kérdés mennyire tud megváltozni. Óriási összeget kaptak mind a két díjjal. Mi történik ezzel az összeggel? Ebből részben a kutatásainkat támogatjuk, és ebből fizettek fiatal PhD hallgatókat, illetve posztdokokat is. Úgyhogy az összegnek egy része ez erre megy, meg most a Covid alatt komputerek beszerzésére, irodaszerekre, hogy otthon is tudjanak az emberek dolgozni. Professzor úr? Hát én még ezt nem döntöttem el, még nem kaptam meg a díjat, de még nem döntöttem el, vagy nem döntöttük el. Én úgy gondolom, hogy valószínű, hogy valamilyen formában a matematika oktatás támogatása, hogy most a középiskolai matematikai lapoknak a támogatása, vagy valami egyébnek hasonló, ez egy fontos cél lehet. Én úgy gondolom, hogy ebből egy része valami általános jótékonyságra, és pláne ebben a mostani nagyon nehéz időben.
köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és hogy ránk is időt szakítanak. Amikor túl sok minden így összejön, és nagyon sok a munka, a család, hogy mi segít hatékony maradni, és hogy rendszerezett maradhasson az életük? Ez nehéz kérdés. Hát nézd, össze kell szedni az embernek magát, és valahogy megoldani a problémákat. Úgyhogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy összeszaladnak a dolgok, és egyszerre több mindent kell csinálni párhuzamosan is, de hát valahogy meg kell találni a módját annak, hogy lehetőleg az ember mindent meg tudjon csinálni. Szóval a szervezés kérdése is, megértés kérdése is, de hát végül is nincs semmi sem megoldhatatlan általában. Te hogy gondolod? Fiatalkor segít. Én úgy emlékszem, hogy azért amikor ilyen 30 év körül voltunk, akkor így most visszagondolva, nem is tudom, hogy csináltuk meg mindazt a szülői értekezlettől kezdve, a lakás kitapétázásán keresztül, a disszertáció írásig és minden ilyesmiig. Valahogy meg kell csinálni, ezt megcsinálja az ember. Fiataloknak milyen konkrét lehetőségek vannak, hogy kit keressenek föl, mit keressenek föl, hogy elérhessék sikereiket és álmaikat? Én azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon sok tehetséggondozás, matematikából főleg nagyon nagy hagyománya is van, nagyon régóta folynak ezek. Mindenképpen tudom a középiskolai matematikai lapokat ajánlani. Általában az iskolák is csinálnak matematika szakkört, valahol itt kell kezdeni. Ez volt a matematikára érvényes. Mondjuk én, amikor láttam a mentorprogramra jelentkező fiataloknak a motivációs levelét, meg a hozzájuk csatolt ajánlásokat, én úgy vettem észre, hogy azért a gimnáziumokban nagyon sok segítséget lehet kapni, és jó tanárok vannak általában. Tehát a gimnáziumban belül is lehet ezek szerint valami segítséget kapni, de hogyha valakinek már van egy határozott elképzelése, hogy mit szeretne csinálni, és ha tudjátok, hogy Magyarországon ki az, aki ezzel foglalkozik, szerintem nyugodtan írjatok neki, mert biztos vagyok benne, hogy akinek írtok, az is örülni fog, hogy segíthet benneteket, hogy tud tanácsot adni, hogy kicsit tud benneteket mentorálni, úgyhogy ne féljetek ettől, bárkihoz lehet szerintem fordulni. Ez rajtatok múlik, bátraknak kell lennetek, és én szerintem mindenki örülne egy ilyen megkeresésnek, mert örülünk annak, hogy vannak tehetséges fiatalok, akiket érdekel valamit szeretnének elérni. Úgyhogy ebbe csak segítségre számíthattok. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is Kondorosi Évát és Lovász Lászlót, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Sok cikket olvastam önökről, és szinte mindegyikben megemlítik, hogy maximalista embernek tartják magukat, és hogy ilyen módon nagy precizitással igyekszenek végezni a munkájukat. És azért egy kutatás nagyon sok időtől elfel, akár egy egész életen át tarthat. És ez folyamán az ember kudarcokkal szembesülhet, és mik vagy kik segíthetnek, vagy segítettek önöknek az ezeken való átlendülésen? Mondjuk először is, mondjuk az embernek az életében, meg amikor kísérleteket csinál, és van egy elképzelése, lehet, hogy amikor megcsinálja a kísérleteket, kiderül, hogy nem igaz. De ez tulajdonképpen újabb gondolatokat stimulál, és újabb utak felé viszi el az embert. Úgyhogy én is a pályámon, amikor elkezdtem valamit vizsgálni, kiderült, hogy nem is arra kell menni, hanem egy másik út felé. És teljesen más tudomány területekbe ütköztem bele, és ez mindig egy kihívás is, tehát az embernek tényleg nem úgy kell megérni, hogy hát nem az az eredmény jött ki, amit elvártam, hanem ez hogyan visz tovább, és esetleg hogyan tudok még újabb és még fontosabb dolgokat felfedezni. Az ember életében
körülbelül 90%, idő 90%-ában zsákutcába jár. A maradék 10% akkor megy jó irányba. Ezt a 90%-nyi zsákutcát időbe föl kell ismerni. Ez talán egy fontos dolog, tehát valahogy az embernek magával szemben őszintének kell lenni. Bele vagyok szeretve én ebbe az ötletbe, de hát ha nem működik, akkor nem működik, akkor van mást kell próbálni. Általában én azt szoktam, úgy élek, hogy úgy igyekszem elég széles skálán, széles fronton kutatni, ami segít abban, hogy valahol csak előre jut az ember, és akkor nincs egy abszolút csalódott állapot. A mi generációnkra szerintem jellemző az, hogy gyorsan és látványos eredményeket szeretnénk elérni. És az önök tapasztalata szerint mennyire kitartóak a mai fiatalok egy sok türelmet, időt igénylő kutató munkához, és mennyire van utánpótlás az önök munkájában? Nekünk, amikor én fiatal voltam, az, hogyha reggel 4 óráig tartott a kísérlet, semmi probléma nem volt, az ember csinálta. Volt úgy, hogy még az egyetemen is bezárták a kapukat, és azon keresztül kellett kimászni a múzeum körúton, de az ember megcsinálta, mert az volt. Most, hogyha például egy baci növesztést kell időben követni, hogy megy, akkor hát este jön a szünet, és akkor csak másnap folytatják, és azt nem lehet csinálni, mert az kell, hogy ez folyamatosan menjen. Tehát ilyen jellegű motivációt vagy elkötelezettséget sokkal kevesebb fiatalban látok, mint annak idején például bennünk volt. És ezt nem tudom fölfogni, mert úgy vagyok, hogyha valaki kutató és valamit el akar élni az életében, akkor tényleg teljes odaadással kell azt a munkát csinálni, és hogyha az 8 óráig tart, vagy 16 óráig, akkor addig csinálni. És látványos, gyors sikereket én nem nagyon tudok azért garantálni. Tehát meg kell dolgozni azért nagyon keményen ahhoz, hogy abból valami legyen. Professzor úr? Lehet, hogy nekem különleges szerencsém volt, mert amikor a fazekasba, középiskolába jártam, akkor gyakran meglátogatta az iskolát, tehát gyakran, mondjuk fél évenként meglátogatta Erdős Pál. Erdős Pál a 20. század egyik legnagyobb matematikusa volt, nagyon sok mindent elmondtak róla, állandóan utazott, nem volt egy se állandó állása, se állandó lakhelye, és egy ilyen utazó nagykövetnek hívták a matematika területén. Most a lényeg az, hogy ő neki egy fantasztikus képessége volt arra, hogy felfedezzen olyan, vagy fölismerjen olyan kérdéseket, amiket még egy középiskolás is megértett, és amik megoldatlan problémák voltak. Az egy középiskolásnak, ha egy világhírű matematikus azt mondja, hogy na, ezen érdemes gondolkozni, ezen a problémán, és ebből ő egyet meg tud csinálni, az egy hihetetlen motiváció, és én ezt átéltem akkor, tehát ehhez az is kellett, hogy az a tudományterület, amivel ő foglalkozott, és amivel én azóta is foglalkozom, a gráf elmélet, az akkor indult, és akkor még, hogy is mondjam, ilyen nagyon egyszerű kérdéseket is föl lehetett tenni, amik nem okvetlenül könnyűek, az egyszerű és a könnyű nem ugyanazt jelenti. De éppen az egyszerűségük miatt nagyon fontos kérdések voltak, és ez egy óriási szerencse, ha az ember egy ilyen területtel tud találkozni fiatal korában. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és további sok sikert kívánok, és a díjakhoz is nagyon gratulálok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és mi is. Beszélgetést. Nektek nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.